Védeni és támogatni kell a civil társadalmi szervezeteket. Ezek hívják fel a figyelmet a jogállamiságot fenyegető veszélyekre, a hatóságok felelősségére, illetve az alapjogi kartában rögzítettek betartására. Közölte az Európai Bizottság igazságügyi biztos a Strasbourgban. Hidvégi Balázs, a Fidesz LP képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a civil szervezetek szabad és háborítatlan működése fontos európai hagyomány. Azt viszont semmi sem indokolja, hogy ezek a szervezetek külön különleges bánásmódban vagy kiváltságokban részesüljenek. Jogi szakértővel folytatja a témát Tari Judit Titanilla. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz, Viola, üdvözlöm a kedves nézőket! Mai első vendégünk, Kifi Alkotmányjogász, a század jogi szakértője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ennek az egész a tegnapi vita egy folyamatba illeszkedik, amelynek a kiinduló pontja az, hogy készül egy új szabályozás a civil szervezetekre vonatkozóan Brüsszelben. Mit tudunk erről a készülő jogszabályról? Mik az irány Vonalak. Tudnunk kell, hogy körülbelül 21 ezer globális civil szervezet van. Ebből a hét legnagyobbak között ismertek is vannak, mint például a WWF, a Greenpeace, akkor az Amnesty International az orvosok határok nélkül megjegyezhető, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai nyomán nem baj, ha szóvá tesszük, hogy a legnagyobb civil szervezetek mind a nyílt társadalom alapítványokhoz kötődnek, nyilván nem teljesen véletlenül. És például, hogyha Németországot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy körülbelül 2000 regionális szinten működő civil szervezet van Németországban. Ehhez képest Magyarországon a statisztikák szerint 60 ezer civil szervezetről szoktak beszámolni, de nyilván itt a legkisebbektől a, a legnagyobbakig részletesen és sokféle területen működnek ezek a civil szervezetek. Ami a szabályozást illeti, annak kapcsán csak azt kellene elmondanunk előtte, hogy 2015 és 2018 között az Európai Unió intézményei 3,5 milliárd euróval támogatták már a civil szervezeteket, illetve a jogok, értékek és jogérvényesülés alap, ez két alap összevontan, mely a civil szervezeteket, az NGO-kat támogatja, az megítélt összeg. Alapján 1,56 milliárd eurót folyosít a 21-27-es ciklusban a, a, az úgynevezett civil szervezeteknek, amelyekről egy felmérés alapján például a hollandoknak a jelentős százaléka, de megkérdezték az Európai Unió valamennyi tagállamát, inkább lobby szervezetnek tekinti őket. És ezért kell egy szabályozás, mert az a tapasztalata az NGO-knak, hogy megpróbálják őket tagállami szinten, emiatt, mint lobby szervezet nyilván tartani, és elnézést, hogy ilyen hosszúra húzom a választ, de az is borzasztóan lényeges, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása kapcsán Miután komoly kockázatot jelentenek, és az Európol, a Eurojust is megállapította, a G7-nek egy politikai akciócsoportja, ezért számos tagállam, így Magyarország is megpróbálta, ugye egy 7,2 milliós bevételi határnál meghúzva, valahogy beszorítani őket egy olyan jogi keretbe, hogy a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának a veszélye minimalizálódjon. Ezt elkasszálta a bizottság és az Európai Bíróság is nem lehet ilyen nyilvántartás Magyarországon a szolgáltatások szabad áramlása miatt, és ez eredményezheti azt többek között, hogy szeretnének az NGO-k egy szupranacionális szabályozást, hogy nehogy véletlenül újra például a magyar jogalkotónak ezébe jusson egy ilyen szabályt alkotni. Ugye a tegnapi vitában többen felszólaltak, ez az Európai Civil Társadalom szűkülő mozgástere az volt ennek a jelentésnek, hogy az ennek a jelentésnek a címe, amiről ez a vita volt az LP-ben. És ugye itt az igazságügyi biztos mondta azt, hogy védeni és támogatni kell a civil társadalmi szervezeteket. Hidvégi Balázs, a Fidesz LP képviselője azt mondta, hogy fontos munkát végeznek ezek a szervezetek, viszont kiváltságokat nem lehet nekik adni. Milyen kiváltságokra utalt? Először is had utaljak arra, hogy önmagában rendkívül kiváltságos helyzetet jelent, hogyha ilyen komoly pénzügyi forrásokat juttatnak, amellett, hogy már a donorok is, amelyek működtetik ezeket a civil szervezeteket, euró, illetve leginkább dollármilliókat öntenek beléjük. Az is egy kiváltságos státusz, hogy számos uniós hatóság már bevonja a döntéshozatalba a civileket, például az FRA, tehát az, az Unió alapjogi ügynöksége. És egészen elképesztő, amit a felvezetőben hallottunk, hogy majd a jogállamiság felügyeletébe is be akarják vonni őket, illetve sajnos kijelenthetjük, hogy ez már múlt idő, hiszen az NGO-k most is részt vesznek egyrészt a Magyarországról szóló a jogállamisági folyamatok monitoringozásában, másrészt a véleményalkotásban is. De hadd mondjak egy példát, van egy Islamic Relief Worldwide nevű szervezet, amelynek két vezetője a The Times című brit lap szerint a zsidókat, a majmok és a disznók leszármazottjának nevezte az egyik közösségi médiumban, és arról beszéltek, hogy a Hamas az egyik legtisztább, legőszintébb szervezet, egy terrorszervezetről van szó egyébként a világon. És amikor ez kiderült, 40 országban működik ez, a, ez a, az NGO hálózat, hogy az Európai Bizottság is finanszírozta őket, akkor hátrébb léptek, de számtalan ilyen civil szervezet van, amely egyrészt még egyszer terroristákkal tartja a kapcsolatot, vagy éppen segít abban milliárdosoknak, spekulánsoknak, hogy a pénzüket tisztára mossák. És a kiváltságos helyzet kapcsán még egy utolsó megjegyzés, Mangelán professionalitét, ezt írja az egyik német elemzésem az NGO-król, szóval ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy semmilyen tapasztalat, szaktudás vagy egyéb szakmai szűrő. Vagy követelmény nincs az NGO-k alkalmazottaival szemben, rögtön mély vízbe dobhatják őket, elmehetnek mondjuk Lesbos szigetére a menekültek helyzetét monitoringozni, erről jelentéseket írhatnak, országjelentéseket írhatnak, korrupciós jelentéseket írhatnak, de közben senki az égetyatt a világon nem tudja őket ellenőrizni szemben az állami szervekkel, ahol mondjuk, most mondok egy példát, az igazságszolgáltatáson belül ahhoz, hogy valaki bíró legyen, versenyvizsgát kell tenni és számos követelménynek kell megfelelni. Egy ngo akár egy protekciós jelleggel valaki végez az egyetemen, ismerősöket felkeres, valahogy így bejut, vagy akár az egyetemen tanít egy NGO vezetője, ez az ELTE jogi karán például rendszeresen előforduló helyzet, és beviszi adott esetben a kedves diákjait ebbe a civil szervezetbe az adott tanszékvezető vagy professzor, és ennek, hogyha ez így van, természetesen a konkrétumok említése nélkül, ha ez így van, akkor azt mondhatjuk, hogy ez már a hálózat egy magas foka, hiszen így bevonják a fiatalokat, bevonják az oktatói gárdát, bevonják a politikusokat is, és ma már nyílt titok, hogy azok az NGO-k, akik rendre Magyarországot feljelentik az Európai Parlament LIBE bizottságában, azok hitet tesznek a magyar-baloldali politika mellett. Tehát azt sem lehet mondani, hogy függetlenül működnének, vagy pártok felett, nem a leg Inkább pártos intézmények az NGO-k ma Magyarországon, a civil szervezeti szférán belül. Miért akar az Európai Parlament nagyobb mozgásteret adni ezeknek a szervezeteknek? Mert hogy így minden a felé mutat, hogy több pénz, nagyobb befolyás, bevonni őket a döntéshozatalba. Miért van ez? Ne haragudja, hogy visszakérdezek, vagy egészen pontosan azt tudom erre mondani, hogy én is csak ezt a kérdést tudnám föltenni, hogy miért érdekük, hiszen gyakorlatilag kiszervezik a saját mozgásterüket és hatáskörüket. Hát egy szakbizottságnak, ahova mégiscsak beválasztottak a listás szavazás alapján is, de parlamenti képviselőket, sokkal nagyobb legitimitása van, mint egy mindenfajta kontroll nélkül. Ezt nyugodtan kijelenthetjük, leszámítva azt, hogy Magyarországon például az egyesületeket az ügyészség törvényességi felügyelet keretében ellenőrizhetni. Na de hát tudjuk azt, hogyha az ügyészség vizsgálódik ma Magyarországon egy külföldről finanszírozott NGO kapcsán, az a eddig diktatúra kezdete, tehát ilyen el sem képzelhető, holott indokolt lenne meggyőződésem szerint, de maguktól vesznek el jogokat, mint ahogy az Európai Unió vonatkozó biztosát sem értem, akinek egyébként ez a mandátuma, hogy a jogállamiság felett törködjön, és van egy hatalmas, és ezt nyugodtan kijelenthetjük, de kérdezzék meg az ott egy hatalmas szakmai stábja, akiket az európai adófizetők fizetnek, hogy azokat a feladatokat elvégezzék, amelyeket most részben az NGO-knak kiszerveznek. Tehát sajnos én sem tudok más tenni, mint hogy a racionalitását is megkérdőjelezem annak, amit ön feltett kérdésként. Aí prest nem tudjuk igazából csak sejtjük, hogy emögött anyagi érdekek vannak, illetve az a befolyásszerzés, amelyet az Egyesült Államokból a gazdasági szereplők szeretnének Európa felett gyakorolni, vagy, vagy megszerezni. Ifjabb Nici Zoltánnak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.